Február 25-e szomorú dátum a magyar történelemben. 1947-ben ezen a napon jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták a Független Kisgazdapárt főtitkárát, Kovács Bélát. A kommunizmust nem csak hazánk szenvedte meg, de a magyarországi szovjet uralom ezzel az eseménnyel kezdődött. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozatával erre emlékezve minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. A szolnoki megemlékezésen Szuhánszky István szólt az egybegyűltekhez. A metodista lelkész saját emlékeit is megosztotta a jelenlévőkkel. Édesapám szovjet hadifogoly volt 3,5 évig, őt is be akarták szervezni, de nem adta be a derekát. Zsarolták, kecsegtető ajánlatokat tettek neki, majd fenyegették, hajthatatlan volt. Ennek következtében aztán nem adtak neki útlevelet, hogy a nővére temetésére eljusson Csehszlovákiába. Zaklatták. Havonta kellett jelentkeznie a rendőrségen. A Lenin fiúk gyorsan dolgoztak, sorra tartóztatták le az embereket, sokakat a nyílt utcán lőttek agyon. Árvaszéki ügyész, ügyvéd, főhadnagy, hivatalnok, 17 éves tanuló. A rendszer nem válogatott. 32 szolnoki áldozat nevét vésték fel a Tisza Szálló falára, 2004-ben kihelyezett táblára, mely azoknak a neveit őrzi, akik 1919-ben a Tanácsköztársaság idején tették életüket Szamueli Tibor rémuralma alatt. A proletár diktatúra ugyan mindössze 133 napot élt, de ennyi idő bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy egy ország megismerje rémtetteiket. Itt mögöttem található az a tábla, mely a szolnoki áldozatoknak, legalábbis néhányuknak emléket állít. Szamueli szabad csapatai, vagy ahogy akkor hívták őket, a Lenin fiúk, nagyon sok ember gyilkoltak meg, nem volt ez másképp városunkban sem. Ne legyenek kétségeink, nagyon sokan soha nem kerültek elő, eltűntek valahol egy erdő mélyén, ahol még el sem tudtak búcsúzni tőlük szeretteik. A megemlékezés zárásaként a város és a megye vezetői, a politikai pártok képviselői, valamint a helyi szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait, mécseseit az emléktáblánál.